mindenkit üdvözlünk a Drogriporter Szabad Egyetem legújabb rendezvényén, és üdvözlöm azokat is, akik online csatlakoztak hozzánk. A mai Szabad Egyetem témája, a ketamin, egy kicsit vendégcsalogató címet is adtunk neki, hogy utazás a kájukba, majd azt is elmondjuk, hogy mi a kájuk, de hát valószínűleg a közönségben már ülnek olyan whitefülűek, akik ezt is tudják. A Drogi Porter Szabad Egyetemnek, ezt mindig el kell mondanom, ilyen kötelező mantraként nem célja az, hogy bármilyen szer használatára buzdítson. A célunk az az ismeretterjesztés, a tájékoztatás és az ártalom csökkentés, tehát az, hogy jobban megismerjük ezeket az anyagokat, amiket az emberek hát nagyon sokféle célból használnak. Milyen szer is ez a ketamin? Üh, igazából a ketamint azt hát kétféle csoportba is beszokták sorolni, és hát vitatott az, hogy, hogy hova tartozik igazán. Egyrészt ugye diszociatív érzéstelenítőnek szokták nevezni a ketamint. Ugye a diszociatív az, 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 egy latin szóból ered, disszociára szétválasztani. Ami hát már, a, már, ez a kifejezés is utal arra, hogy ez, a szereknek ez a, ez a típusa az jellemzően Elválaszt minket a test észlelésünktől, lehasítja azt, hogy a valóságot észleljük, ami hát így elmondva, talán sok ember számára nehezen érthető, de általában ez így van a különféle szerekkel, hogy, hogy igazából nagyon nehezen leírhatóak azok a tapasztalatok, élmények, amiket ezek a szerek okoznak. És hát ugye szokták, a, tehát valahol a pszichedelikus szereknek a határán is, határmesdjein is van a ketamin, mondjuk ez is ugye a dózis függő, hogy, 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 éppen milyen szerek, ugyanis hát a pszichedelikus hatásokkal is, pszichedelikus hatásokkal is rendelkezik a ketamin. A pszichedelikumokról már volt szó ha, ha a korábbi drogriportás szabad egyetemeken, aki, aki már volt ha, itt has, hasonló eseményen. Gyakorlatilag a pszichedelikumok, pszichedelikum az egy görög szóból ered, a pszichéből és a deleinből, a lélek kinyilvánító szerek ezek, amelyek gyakorlatilag hát nagyon radikálisan megváltoztatják azt a módot, ahogyan a, ahogyan a valóságot érzékeljük, és hogy benne saját magunkat érzékeljük. Igazából a, a ilyen neurokémiai szempontból ugye a pszichedelikumok csoportjába azokat a szereket szokták besorolni, amik tipikusan a szerotonin receptorra hatnak, de a ketamin az egyébként nem. Majd erről fogunk is beszélni, hogy mi a ketaminnak a hatásmechanizmusa. Tehát eléggé más hatásmechanizmusa van a ketaminnak, mint mondjuk a hagyományos pszichedelikumoknak, mint az LSD vagy a varázsgomba. Eléggé más, hogy hatnak az agyunkra. Tehát hogyan is, hogyan is alakult ki a hogyan is fedezték fel a ketamint? Mert az egy felfedezett szer. Hát igazából a ketamin feltalálásának az előzménye, az egy, ez egy másik hasonló ilyen diszociatív érzésteleítő szerre nyúlik vissza, ami a, amit úgynevezünk, hogy PCP, magyar, magyar fenciklidin, Ez egy szintén egy diszociatív szer, és az 50-es években fedezték fel. Ez is gyakorlatilag hasonló tulajdonságokkal bír, mint a ketamin, ugyanakkor jellemzően hosszabb hatása van, és, és, hát jelentősebb, tehát intenzívebb pszichoaktív hatásai vannak, és hát emiatt egyébként a PCP-nek az orvosi hatása, vagy az orvosi használata az eléggé korlátozott, és ma már elég kevésé használják a PCP-t. Ugyanakkor hát a kutatók próbáltak kísérletezni azzal, hogy találnak-e olyan szert, ami hasonló a PCP-hez, diszociatív szer, ugyanakkor, ugyanakkor hát, kevesebb mellékhatással jár, és ez lett a ketamin, amit a 60-as évek elején fedezett fel egy Kelvin Stevens nevű kutató, és hát a ketamin. Elsősorban először ugye egy érzéstelenítőszerként került be az, orvos, az orvosi használatba. Meglehetősen jó tulajdonságai vannak ilyen érzéstelenítőként, ugyanis hát viszonylag kevéssé, viszonylag kevéssé bántja a keringést és a szívműködést, tehát Más ilyen hasonló anasztéziológusok által használt szerekhez képest azt mondják, hogy egy viszonylag biztonsággal használható szer, és viszonylag gyors a ö, hatásmechanizmusa is. Az első emberen végzett kísérletekig a 60-as évekig kellett várni, amikor már a ö, az, az, az érzéstelenítő dózistól eltérő dózisban is használták a ketamint, és ö, akkor ö, fedezték fel azt, hogy hát ilyen szédelikus hatásai is vannak bizonyos dózisban, a dózisban a ketaminnak. És hát a, a vietnámi háború volt az az esemény, ahol a ö, ketamin használata széles körben elterjedt a ö, harctéren, ugyanis hát a ketamint azt ilyen körülmények között elég jól és könnyen lehet ö, használni, és egyébként pont a vietnámi háború idején derült fény arra, amikor a katonák használták a ketamint, hogy hát van egy olyan nem várt hatása is, hogy antidepresszáns hatásai vannak, ezek még ilyen anekdotikus beszámolók alapján kezdték el, ezt, kezdt, kezdtek el erre gyanakodni, és aztán ö, azt aztán először ugye, mint érzéstelenítőt ö, engedélyezték a, ö, az Egyesült Államokban, és 1985-ben az Egészségügyi Világszervezet a létfontosságú gyógyszerek listájára is felvette a ö, ketamint. Ezek azok a gyógyszerek, amiket gyakorlatilag egészségügyi elátórendszernek minimum szinten biztosítania ö, kell a ö, betegek számára. Tehát ez egy igen fontos, fontos gyógyszerek ö, között tartják számon. Ugye van Más alkalmazás az állatorvosi gyógyászatban. Erről most kevés kevésbé fogunk beszélni ezen a rendezvényen, de szerintem ez mondjuk érthető, mert ez bele se férne az időnkbe. És hát 2000-ben végezték az első olyan klinikai vizsgálatot, ami aztán igazolta azt, hogy a ketamin valóban antidepresszáns szerként is használatos, és hát 2019-ben pedig a az amerikai szövetségi gyógyszerügynökség és az EU-bizottság is engedélyezte az intranazális ketamin antidepresszánsként való használatát, de erről majd a Detti fog kicsit bővebben beszélni, hogy az mit is jelent pontosan, meg milyen fajtái vannak. A felmerülhet ugye a kérdés, hogy Magyarországon, most itt ugye a rekreációs, tehát a nem gyógyászati piacról beszélek, mert ugye a ketamin elég gyorsan elterjedt a, hát a nem gyógyászati szintéren is használata, mint partidrog, hogy hányan használnak ketamint. Ezt elég nehéz megmondani, ugyanis például az ilyen felnőtt vizsgálatok, amiben azt nézik, hogy hányan fogyasztanak kábítószereket Magyarországon, nem is, nem is vizsgálja a ketamin, tehát az nincsen benne a, listá, a vizsgált szereknek a listájába. Ugyanakkor volt most a, egy európai online felmérés a droghasználatról, amit Magyarországon elég nagy számú ember kitöltött, egyébként nagyon sokan a drogriporterről töltötték ki, 12, több mint 12 ezer ember, és itt a kutatók számára az egy meglepetés volt, hogy, hogy elég magas volt a ketamin kipróbálásának az aránya Magyarországon, úgyhogy néha ugye a kutatók kicsit le vannak maradva a drog szcénától, és hát ez, ez a kutatás például így rávilágított arra, hogy bizony a ketamin az elég erősen jelen van már a, Buda, a Buda, hát nem Budapesti, de a magyar északában is. És hát, és hát ugye itt azt, ebbe a kutatásban az derült, hogy 7,2% az elmúlt évi használat, ami egyébként szinte azért megjelent, hogy hogy baleseteknél vett mintákban is megjelent pozitívan ketamin sajnálatos old, módon, úgyhogy itt sem győzzük Mindannyian hangsúlyozni, hogy a ketamin hatás alatt autót vezetni az bizony nagyon rossz ötlet, és senkinek tegye. Miként hat a ketamin az agyra? Igazából ugye azt említettem, hogy ugye általában ugye a, 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 a különféle drogok azok különféle receptorokhoz kapcsolódnak a, a, az agyunkban, és a ketamin az ugye nem ahhoz a tipikusan nem ahhoz a szerotonin 2 a receptorhoz kapcsolódik, ami ez a, nem arra fejti ki a fő hatását, amire, amire mondjuk az LSD vagy a, vagy a varázsgomba. A ketamint úgy is szokták nevezni a vegyészek, hogy dirty drug. Ez, ez, ez nem azt jelenti, hogy koszos, vagy bepiszkolják, vagy ilyesmi, hanem azt jelenti, hogy, hogy nagyon sokféle módon fejti ki a hatását. Tehát nagyon nehéz igazából behatárolni, mert annyira sok receptorhoz kapcsolódik, annyira sokféle enzimnek a működésére hat, annyira bonyolult a, az emésztés, a metabolitjai, hogy ezek még ott befolyásolják, hogy tényleg nagyon, nagyon bonyolult és komplex hatásai vannak a metadon, a metadon ketaminnak. <laughs> és a, ami, ami, viszont, a, ami viszont a, az egyik ilyen nagyon tehát fő irány mellézős, az az NMDA nevű receptorra antagonista hatást fel ki, tehát ez azt jelenti, hogy blokkolja ennek a működését. Ez alapvetően a glutamát nevű ingerőtátvű anyagnak a, a kiválasztását befolyásolja. Ez a glutamát ez nagyon sok mindent befolyásol az a agyunknak a működésében, és hát gyakorlatilag a, a, a Ketamin az ennek a, ennek a rendszernek a befolyásolásán keresztül fejti ki főleg a hatását. Itt most nem menjünk szerintem ebbe nagyon részletesen bele, mert ez is nagyon sok időt venne el tőlünk. A, hogyan és mire használják a ketamin, ugye hát van egyrészt egy ilyen orvosi vagy állatorvosi érzéstelenítős használat, akkor most már egyre inkább megjelent az antidepresszáns gyógyszerként való használat, ami alapvetően itt is többféle használati módról beszélünk. Már van egy ilyen klinikai, pszichiátriai használata a ketaminnak, ez jellemzően intravénás, és mondjuk, vagy nazális, és akkor van egy ilyen ketaminasszisztált pszichoterápia is, ami alapvetően pszichoterápiával együtt használja a ketamint, illetve van a rekreációs partidrokként való használat, és hát milyen módon használják az emberek, hogy az emberek nagyon leleményesek, hogy hogyan juttassák a szervezetükbe a különféle szereket. Itt is a ketamin esetében és hát van intravénás, van az izomba adott injekció, ez az intramuszkuláris, intranazális, ugye ez hát... A klinikai körzetben ez ugye egy orszprét jelent a partik világában, viszont egy ö, csíknak a felszívását az asztalról. Ö, orális, tehát hogy megesz, megeszi valaki, és hát van ö, rektális is, tehát az ánuszon keresztül felszívódva. Itt ugye lehet, itt az, ebben az lehet látni, hogy más, más ö, az eredményessége, a felszívódása, különféle fogyasztási útokon ennek a szernek, illetve más azért a az egész élménynek a görbéje, az intenzitása attól függően, hogy az ember hogyan, hogyan és miként használja a szert. Ezt itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy minden egyes drognál nagyon fontos a drog, mellett ugye az, hogy milyen dózisban használja az ember, hogyan használja, milyen módon használja, és emellett az is fontos, hogy milyen környezetben, ezt ugye settingnek nevezik, és milyen belső állapotban, setben használja az ember a szert. Tehát ez, ez minden egyes szerre igaz, hogy nincs egy olyan, univerzális univerzálisan meg lehet mondani, hogy mindenkire egy adott szer hogyan hat, hanem ezeket mind, ezeket a változókat mind figyelembe kell venni. És hát ugye a ketamin hatásai, most itt egy ilyen barlanggal ábrázoltam, hogy hogyan ereszkedik le az ember a kájukba, ugye a ketamin hatásainak a különféle mélysége dózisok szerint, attól függően, hogy az ember milyen dózisban használja ketamin, nagyon eltérő hatásokkal rendelkezik. Ugye, hogyha csak a ketamin, ennek a ketamin barlangnak oda az elejére merészkedünk be, csak a tetejére, ez egy ilyen alacsony, normális dózist fogyaszt valaki, akkor egy ilyen, akkor egy bódultság, eufória, álomszerű állapotról számolnak be a fogyasztók, ami hát egy tipikusan a partidrog, partidrogozóknak a dózisa. És hát ez egy ilyen megváltozott érzékeléssel jár, kellemes, és, és hogy ezt hát egyesek, ugye partikondem, elég változatos kontextusokban használják az emberek az ilyen otthoni, szórakozós estén keresztül a szexuális kontextusig. Nagyon sokféle kontextusa van a ami használatának. És ugye, ha már kicsit így, kicsit nagyon mélyebbre, merészkedünk bele a kájukba, akkor bekerülünk ebbe a, kájú, a barlangba, akkor bekerülünk a kájukba. Ugye az, az előző, ezt az, az alacsony normál dózist úgy szokták nevezni, kálend, káföld, és akkor ide bejutunk a kájukba, amikor már egy magasabb dózist fogyaszt valaki, a valóságérzékelésének a radikális változásával jár, egy elég intenzív, pszichedelikus utazással jár, és hát eszméletvesztés, hányinger és hányás is jelentkezhet a kájukban. Itt ugye már tipikusan nem nagyon táncolgat a, az illető. És akkor ugye van, a, van mondjuk az igazán magas dózisban, ahol mondjuk az anesteziológusok használják ezt a szert. Tehát igazából a érzéstelenítésre mondjuk jóval magasabb dózist adnak be. És itt ugye ez, a, ez tipikusan ennek érzéstelenítő fájdalomcsillapítóként használják. Itt is, amikor viszont az ember magához tér, ez egyébként egy viszonylag rövid lefolyású, ezért is szeretik gyakran a anestezológusok ezt a szert, mert hogy viszonylag rövid lefolyású a ketamin, és amikor magukhoz térnek az emberek, akkor van egy ilyen emergent state-nek nevezik, amikor így az ember hát, előfordulhatnak bizonyos audio, hang, kép, halucinációk, stb. is. Tehát, tehát ez, a, ez az ilyen mondjuk így három dózis van, és hát ugye hát a ketamin ugye, lónyugtatóként szok, vonult be a közbeszédbe, mindig szoktak úgy rá hivatkozni. Ma, manapság már éppként, hogyha az ember így a, akár a média recepcióját nézi a parti életnek, drogoknak, nemzetközi médiában, akkor hát egy elég felfutó hullám van a ketamin fogyasztásnak. De akár mondjuk a rendőrségi lefoglalási adatokat nézzük, vagy akár a fogyasztási adatokat, tehát hogy hányan fogyasztanak, akkor, akkor most egyértelműen van egy ilyen felfutó hullám a parti a ketaminnak, és hát ugye a partikban elég gyakran szokták kombinálva fogyasztani ezt különféle szerekkel. Ugye az egyik ilyen ismert kombináció az a kokain és a ketamin, Calvin Klein-nak is nevezik. NDMA-val is szokták a ketamint keverni, és hát, és hát különféle elég változatos formákban jelenik meg a fekete piacon, nem tudom, majd a Levente lehet, hogy erről fog beszélge, beszélni, ha beszél, de hogy például van ez az új, hogy Tucibi néven, ugye TUCIBI-re utalva forgalomoztak, mondjuk például a Dark web meg hasonló felületeken szereket, ami igazából nem 2CB, mint ahogy erre utalna a név, vagy 2CI, hanem többnyire ketamin van benne, de szokták mondjuk pink kokain néven is forgalmaz, és abban is általában ketamin van, de egyébként megjelenik a ketamin, az a, az a elvileg MDMA-t kellene, hogy tartalmazó eki -e tablettákban is. Tehát igazából a partiszténa van egy ilyen fel, felívelő felévelő van olyannyira, hogy voltak olyan híradások, hogy ugye, hogy a ketamin a ketamina, napjaink új szere, meg hogy ketamin az, az új ecstasy, meg hasonló cik, címekkel jelennek meg ö, ö, újságok, és hát akik a partiszénában vannak, azok is azt mondják, hogy, hogy mondjuk a COVID, COVID is egy elég jelentős ilyen búztot adott a ketamin fogyasztásnak, de erről is fogunk talán egy kicsit beszélgetni később. És akkor ugye a más részről, meg amellett a, a párhuzamosan, hogy a partiszénában jön fel a ketamin, egyre inkább a antidepresszánsként való használata is elterjed a világon. És hát ugye például ilyen ketamin klinikák nyílnak a világon, és hát ez Nyugat-Európában, meg Észak-Amerikában, hát szinte gombamódra szaporodnak ezek a ketamin klinikák, ahova az ember bemegy, és ott egy ilyen pszichot pszichoterápia részeként jó esetben használja ezt a szert. Észak-Amerikában van ez főleg, mondjuk én azt mondják, hogy 2028-ra 3 milliárd dolláros forgalmú piacot fog teremteni a ketamin, tehát ez egy elég nagy üzlet is, ami sok szakembert ez azért aggaszt is, meg az is, hogy hát sok ketamin, klinikában, ketamin klinikán azért a, hát úgy mondjam, a, a, az ellenőrzése a betegeknek az nem megfelelő, nem megfelelő pszichoterápiás támogatást kapnak. Tehát ez egy elég kétvélű dolog, tehát ugye egyrészt a ketaminnak igen jelentős potenciája van az a depresszió kezelésében, amiről majd Detti fog beszélni, de hogy azért alapvetően van egy ilyen aggodalom is ezzel kapcsolatban, hogy a ketamin azért mondjuk a varázsgombáról beszéltünk itt nem régen, vagy LSD-ről is volt szó, hogy azokhoz a szerekhez képest azért a azért a ketaminnak az úgynevezett abúzus potenciálja az nagyobb, tehát akár ugye függőséget is okozhat a ketaminnak a használata, és, és hát könnyebb, könnyebb azért alapvetően visszaélni vissza, vele. Tehát manapság elég sok vita van ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is kellene ezt az egészet kezelni. És hát ugye Magyarországon is van már ketaminnal kapcsolatos, vagy ketamin... Magyarországon is használják a ketamint az orvosi kezelésben nem csak érzéstelenítőként. és hát erről fog beszélni a következő előadónk Detti. Egyébként ez, ja igen, ezt, még, ezt még akartam nektek mutatni, hogy ilyen az is egy kicsit, kicsit agályos, hogy nyugaton például ilyen közösségi médián elég agresszívan marketingolják a ketamint ma már ilyen rékákba, hogy hogy itt éppen egy, egy nő ugye mondja, hogy a ketamin kezelés megtanította az agyamnak, hogy a másik csatornára kapcsoljon, és akkor ezek olyan szexi és jó, és sok embert ezek becsalogatnak a ketamin klinikába. De hát azért azt is tudni kell, hogy a ketamin az nem egy csodaszer, és nem mindenkinek segít, és vannak mellékhatásai is. Úgyhogy én ennyit szerettem volna bevezetőként mondani. Köszönöm a figyelmeteket, és akkor átadnám a szót a... Dettinek, aki az orvosi használatról fog beszélni. köszöntsétek nagy tapsa,